Torockai László következik, a Mi Hazánk frakció vezetője. Parancsolom, képviselő úr, önnél szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Elmúlt a majális, május van, és április 30-án lejárt a kilakoltatási moratórium. Mi időben készültünk erre, és április elején a Mi Hazánk mozgalom frakciójának nevében beadtam egy olyan határozati javaslatot, amiről reményeink szerint valamikor májusban dönthetnek majd, legalábbis a bizottság, hogy egyáltalán tárgysorozatba veszi-e, és ez arról szól, hogy minimum egy évig, tehát 2024. április 30-áig tolják ki ezt a kilakoltatási moratóriumot, módosítsák a jelenleg érvényben lévő törvényt, és mindjárt elmondom azt is, az indoklást, hogy miért tartjuk ezt nagyon fontosnak és indokoltnak. De 2020-ban, amikor a Covid-ra hivatkozva a politikait Magyarországon is egyfajta gazdasági krízist, mesterséges gazdasági krízist teremtett, akkor a kormány úgy döntött, hogy a veszélyhelyzetre hivatkozva átlépi az évek óta megszokott törvényt, és azt mondja, hogy a kilakoltatási moratórium abban az évben, tehát 2020-ban a Covid-ra hivatkozva nem érvényes. Függetlenül attól, hogy nem értettünk egyet a politika által teremtett mesterséges gazdasági krízissel, ezt annak idején üdvözöltük, ugyanakkor nem értjük, hogy most 2023-ban, amikor súlyosabb gazdasági krízis van Magyarországon, mint a Covid időszak alatt, akkor a kormány ezt miért nem lépi meg? Miért ragaszkodik a kormány ahhoz, hogy április 30-ától, tehát most már ugye május van, kilakoltathatják majd azokat a magyarokat, akik között rengeteg kisgyermekes család van, idősek vannak, éppen olyanok vannak, akik az egész életüket becsületesen végig dolgozták, de nagy részük beleesett a deviza alapú hitelezésnek nevezett csalás sorozatba, annak az áldozatává vált, hogy annak idején a baloldali vagy balliberális kormányok Gyurcsány kormány alatt felpörgetett és népszerűsített deviza hitelezés problémáját az elmúlt 13 esztendőben a Fidesz kormány sem oldotta meg, és nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire nem oldotta meg a Fidesz kormány, hogy jelenleg több ezer magyart érinthet, akár több ezer családot érinthet ez a kilakoltatás. 2022-ben tavaly már láttuk, hogy óriási ütemben felpörgött a kilakoltatás, éppen azért, mert korábban a Covid-ra hivatkozva ezt felfüggesztette a kormány. Kik lesznek megint azok, akik óriási hasznot fognak húzni a magyarok nyomorából? Éppen azok a végrehajtók és a hozzájuk kapcsolódó maffia rendszer, akiknek a történetét ugyan mi jó néhány évvel ezelőtt már jeleztük és igyekeztünk feltárni, mára azonban már az egész ország tud erről a maffia hálózatról, és ugyan miniszterelnök úr azt mondta nekem a múltkor itt a parlamentben, hogy szégyen az, hogyha én egy egész szakmát maffiózónak vagy maffiózók gyülekezetének nevezek. Én nem neveztem például a közjegyző szakma minden egyes tagját, tehát minden közjegyzőt maffiózónak, de az, hogy bizonyos közjegyzők együttműködtek a ma már nyilvánvalóan maffiaként működő végrehajtókkal, az teljesen egyértelmű, mint ahogy az is, hogy a politika, tehát önök teremtették ezt a helyzetet, az önök kezében van a megoldás kulcsa. És hiába kértük azt, ugye több mint másfél év telt el, hiába kértük azt Sadd György letartóztatása óta, hogy legalább a végrehajtói kar elnökségét zavarják el, erre csak most került sor, és teljesen nyilvánvalóan a kormány nyomására történt ez, hiszen nem lehet véletlen az, hogy amikor Lukács Tamás lemond, akkor azzal egy időben a kormány azonnal lép és szabályt módosít, hogy mostantól olyan, aki büntető eljárás hatája alatt van, ne lehessen a végrehajtói kar elnöke. Ezt jóval hamarabb is megtette volna a kormány, de nem tette meg, hogy mennyire súlyos a helyzet, és hogy mennyire nem változott semmi a maffiaként működő végrehajtói karnál. Azt nagyon jól mutatja az a levél, ami a Mi Hazánk mozgalom birtokába került, és amelyet egészen pontosan április 28-án írt a végrehajtó kollégáinak Lukács Tamás, önálló bírósági végrehajtó, aki eddig gyakorolta tulajdonképpen Sadd György helyett az elnöki jogkört. Vele kapcsolatban annyit hadd jegyezzek meg, hogy a Mi Hazánk mozgalom volt az, amely megtette, hogy nyilvánosságra hozta azt a hangfelvételt, amiből kiderült, hogy Sadd Györggyel együtt Lukács Tamás is ott volt akkor, amikor éppen a gazdájukat várták, tehát nyilvánvaló, hogy része volt ennek a maffia szervezetnek. Ő azt írja ebben a levélben a kollégáinak, hogy ugyan névleg az elnökségi tagi tisztsége megszűnik, de természetesen az eddigi kapcsolat megmaradt közöttük, sokat sejtető ez a mondat, és az is, hogy a legnagyobb érdemei között azt említi az elmúlt esztendőben, hogy sikerült a végrehajtók juttatásait növelni. Tehát
ugyanígy működik továbbra is az a szervezet, ahol akár 600 millió forintos profitért dolgozhatnak a végrehajtók, és ők fognak most is hasznot húzni a kilakoltatásokból. Ezért kérjük, hogy továbbra is hosszabbítsák meg a kilakoltatási moratóriumot. Ismét Rétvári Bence, bocsánat, ismét Répási Róbert államtitkár úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr. Azt hiszem, hogy ismét el kell, hogy mondjam, hogy a végrehajtási szervezettel kapcsolatos kritikák és a végrehajtásnak, a bírósági végrehajtásnak, mint a bírósági eljárásokat lezáró szükségszerű cselekménynek a szétválasztása indokolt. Tehát bírósági végrehajtás nélkül nincs igazságszolgáltatás, nincs jogállam. A bírósági végrehajtás szükséges ahhoz, hogy mindenki, akiről a bíróság úgy döntött, hogy jogos követelése van, mindenki hozzájuthasson a követeléséhez. Tehát egy nagyon fontos különbséget javaslok tenni. Csak javaslom, kérem, hogy önök is tegyenek különbséget. A törvényes, indokolt, tisztességes végrehajtás között, és tegyenek különbséget a törvénysértő magatartások között. Természetesen minden törvénysértő magatartással szemben fel kell lépni, és minden törvénysértő, akár legyen az végrehajtói, akár legyen az a végrehajtással kapcsolatos törvénysértés, ott minden esetben a törvényes eljárást biztosítani kell, a törvények mindenkire vonatkoznak, legyen az végrehajtó, legyen az adós, legyen az végrehajtást kérő. Mindenkire vonatkoznak a törvények. Ezt szerintem itt az országgyűlésben ezen a közös alapon kellene szemlélnünk ezt az egész ügyet. Ami a végrehajtási szervezettel kapcsolatos. Az előbb is elmondtam egy felszólalásra, hogy a végrehajtási szervezet felügyeletét egy a kormánytól független állami hatóság látja el, és természetesen ennél sokkal fontosabb, hogy maga a bíróság dönt azokkal a törvénysértést állító kérelmekkel kapcsolatban. A bíróság dönt ezekről a kifogásokról, vagy bármilyen panaszokról, amely a végrehajtás törvényességét illeti. Tehát nem teheti meg a politika, hogy a végrehajtók tevékenységének a törvényességi vizsgálatát elvonja a bíróságtól. Kizárólag a bíróság illetéket abban, hogy egy adott ügyben, egy végrehajtási ügyben, egy követelés végrehajtása során törvényesen jártak el vagy sem, ezt csak a bíróság jogosult megítélni. Ha a végrehajtási szervezettel kapcsolatos kritikái vannak, az természetesen országgyűlési képviselőként, ahogyan erre miniszterelnök úr is utalt, országgyűlési képviselőként joga van törvényt kezdeményezni, és joguk van a végrehajtási törvények megváltoztatását kezdeményezni. De hangsúlyozom, most is szeretném leszögezni, hogy nem szabad olyan látszatot kelteni, mely szerint, ha megváltozik a végrehajtási szervezet, megváltoznak az eljárási szabályok, akkor majd az adósoknak nem kell visszafizetni a tartozást. Nincs ilyen, nem szabad ilyen látszatot kelteni. Nagyon kérem önöket, hogy a törvényes végrehajtással szemben ne fogalmazzanak meg kritikát, mindig tegyenek különbséget a törvényes magatartások, törvényes végrehajtási eljárások és az esetleges törvénysértések között. Igen, valóban történtek törvénysértések. Soha nem állítottuk azt, hogy a végrehajtói szervezet tekintetében minden törvényes volt, és minden eljárásuk törvényes volt. Szeretném önt arról biztosítani, hogy az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságában kormánypárti képviselők éppen most nyújtottak be olyan módosító javaslatokat, amelyet tovább szigorítják a végrehajtók fegyelmi felelősségét. Kérem, hogy támogassák ezeket a javaslatokat. Nyilván szükség van arra, hogy a törvényes végrehajtási eljárásoknak szabad utat engedjünk, hiszen azok a végrehajtáskérők, akik között elsősorban magánemberek vannak, mert a bírósági végrehajtás szemben az adó végrehajtással, a Nemzeti Adó és Vámhivatal által az ő végrehajtásaikkal szemben a bírósági végrehajtás magánköveteléseket, magántartozásokat hajt végre, és ezek a hitelezők, ezek a végrehajtáskérők,
ezek magánemberek, az ő magán tartozásaikat hajtják be a végrehajtók. Tehát azt kérem, most persze beleértem az üzleti céges tartozásokat is, de minden esetre nem az állam követelését hajtják be a bírósági végrehajtók, hanem a magánszféra követeléseit hajtják be. Éppen ezért, hogyha törvényes egy követelés, törvényes egy adósság, akkor ezt valakinek végre kell hajtani, ha önként nem történik teljesítés. Mert itt minden esetben az önkéntes teljesítés elmaradása után lépnek csak fel a bírósági végrehajtók. És valóban a bírósági végrehajtókkal szemben a legszigorúbb fegyelmi és szakmai követelményeket kell támasztani, velük szemben csak a törvényes eljárás és a törvényes magatartás az elfogadható. Köszönöm szépen!